interpellációt nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Miniszterhez, mit kíván tenni a kormány a tömeges kivándorlás ellen, avagy kivel képzelik megvalósítani a gazdasági fellendülés címmel. Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára Szatmári Kristóf úr fog válaszolni. Jábor Nándor képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az önök kormánya sorra egy-két havonta újabb és újabb hadüzenetekkel és hangzatos szólamokkal próbálja megnyugtatni az embereket és a közvéleményt. Sajnos sikertelenül. Sikertelenség egyik alapvető oka, hogy önök nem csak az államadósságnak üzentek hadat, hanem a társadalom újabb és újabb rétegeinek is. Véleményem szerint ez nem szolgálja a nemzeti összefogást. A vidéki emberek többsége végleketegig elkeseredett, és ott tartunk, hogy idősebb generációk is az ország elhagyásán gondolkodnak. Sokan gyermekeik, unokáik után, de vannak, akik egy újrakezdés, egy nyugodtabb, megbecsült élet elérése érdekében kelnek útra. Engedje meg, hogy Békés megyéből, Orosházáról egy saját példán keresztül szemléltessem a mai helyzetet. Gyermekkoromban 42-en jártunk egy osztályba, és ma mindössze 17-en élnek Magyarországon. És nem is kívánnak hazatérni, mert ott alapítottak családot, tanítják gyermekeiket. Ugyanakkor a most 30 éveseknél még súlyosabb a helyzet, 32 született gyermekből 11-en élnek itthon. Megállapítható, hogy éppen azok a korosztályok mentek és mennek el külföldre, akik a társadalom gerincét kellene, hogy alkossa, akik mind testi és szellemi erejük, képességük csúcspontján vannak. A kivándorlási hullám újabb lendületet vehet, mivel a házat, hazát vesztett devizahitelesek tömegei dönthetnek a távozás mellett, mert érthető okból nem vállalják az élet hosszan tartó adós rabszolgaságot. A munkanélküliség roppant nyomása és gerjesztő tényezőket erősíti. Legyünk őszinték, az alul fizetett foglalkoztatottak is egyre inkább a menekülés útjára lépnek. A kormányra kerülésük óta eltelt, lett volna lehetőségük olyan intézkedéseket hozni, amelyek ma talán az első kezdőjeleket mutathatnák az egyének és a családok szintjén. Kérem, mondjon, nevezzen meg csak egy olyan gazdasági indokot, intézkedést, amellyel ön itthon tudja tartani a távozáson töprengőket. Itt az idő, mondták önök. Nos, ezek az idők lassan már el is múlnak, amikor még lehetőség van a magyar társadalom szociális, mentális és gazdasági megerősítésére. A cselekvés felelőssége az önöké. Konkrét tájékoztatást kérek a magyar munkaerőpiac rövid és hosszú távú alakulásáról, és arról, hogy milyen konkrét lépésekkel kívánják támogatni a munkahelyteremtést Békés megyében a tömeges elvándorlás megállítása érdekében. Várom megtisztelő válaszát. Megadom a szót Szatmári Kristóf államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos témára hívta fel a figyelmet, de azt engedje meg, hogy ennek az ügynek a megítélése azért bizonyos tekintetben eltér az önétől. Először is hagyd mondjam azt, hogy az Európai Unió szabad munkavállalása az egyrésztről lehetőség, másrésztről kihívás természetesen Magyarország számára. Azt gondolom, hogy a rendszerváltás egyik nagy igénye és vívmánya volt az, hogy a magyar munkavállalók ugyanolyan feltételekkel tudnak Európa nyugati felén is boldogulni elméletileg, mint amilyen a nyugati munkavállalóknak megadatik. Ezzel persze természetesen nincs megoldva az a probléma. A számok nyelvén ön azt kérdezte, hogy konkrétan milyen intézkedések egyébként azok, amelyek itthon tudják tartani a munkaerőt. Én két példát hagyd mondjak, éppen a minimálbér emelését kritizálta itt egyik képviselő frakció társa előbb. Én azt gondolom, például a minimálbér emelése is egy olyan intézkedés, amivel a magyar munkavállalók itthon tarthatók, és itthon a megbecsülésük növelhető. De ilyen én szerintem egyébként az egykulcsos adó bevezetése is, ami a magasabban kvalifikált rétegeknél lehet egy olyan plusz, ami miatt nem választja azt a munkavállaló, hogy külföldre megy családostul, hanem pontosan a magasabb hozzáadott érték tekintetében a magyar adórendszer és a családtámogatási rendszer lehetővé teszi azt, hogy továbbra is Magyarországon maradjon.
Ami a statisztikai számokat illeti, ez a jelenség egyébként van, körülbelül a statisztikai adatok. Én nem akarnék az ön számaival vitatkozni, nem tudom, én igazából a KSH adataira tudok hivatkozni. Ez szerint a népességhez viszonyítva a kivándorlók számát alapvetően a környező országokéhoz érdemes viszonyítani. Ebben a tekintetben Magyarország Szlovákiával együtt a legalacsonyabb, tehát mindössze 0,1% az, amely az elmúlt 8 évben, tehát 2000-es évek elejétől fogva külföldön vállalt munkát. Az összes többi környező országban egyébként magasabb, Lengyelországban, Csehországban, Szlovéniában és Romániában ez majdnem az 1%-ot eléri. Tehát annak ellen, hogy van egy ilyen jelenség, és ezzel ellen természetesen tennünk kell, Magyarországot sújtja egyébként a legkevésbé a fiatal korosztályban a kivándorlás. Ami valóban talán legfontosabb mérőszám, az a foglalkoztatottak számának alakulása Magyarországon. Ön azt mondta, hogy mit tett ebben a kormány az elmúlt másfél évben. Én azt tudom mondani, hogy a legtöbbet ezen a területen, ha lehet mondani, értük el. Az elmúlt 15 hónapban folyamatosan emelkedett a foglalkoztatottak száma, már nem csak az előző évit, de az előző két évi szintet is meghaladja. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt egy évben 40 ezer fővel, 1%-kal nőtt a foglalkoztatottak száma. Ez összességében másfél év alatt 75 ezer fő körüli foglalkoztatás bővülést jelent, és ami a 15, a legalacsonyabb korcsoportban egyébként majdnem 60% körüli a foglalkoztatottság, ami pedig 3 éves csúcsot jelent, és ezzel párhuzamosan jó hír, hogy egy számjegyűre zsugorodott egyébként a munkanélküliségi ráta, ami ha azt vesszük, hogy másfél évvel ezelőtt a magyar munkanélküliségi ráta meghaladta az EU átlagát, ma pedig ez alatt van, akkor azt gondolom, hogy ez a legfontosabb eredmények egyike. Ami konkrétan Békés megyét érinti, itt közel 1000 munkahely megőrzésére, több mint 400 új munkahely létesítésére nyílt pályázat, 52 munkáltató 728 millió támogatást igényelt. A Békés megyék konkrét adatokat esetleg el tudom önnek is juttatni, erre most nincs idő. Összességében azt mondom, hogy fontos a probléma, dolgozunk rajta, és bízom benne, hogy további eredményekről tudok beszámolni. Köszönöm szépen, és kérem válaszom elfogadását. Megkérdezem képviselő urat, elfogadja-e az államtitkár úr válaszát? Államtitkár úr, mint ahogy az a kérdésemben is elhangzott, bár őt a Békés megyei helyzetet egy mondattal elintézte a válaszának a végén. Az országos átlaggal, meg statisztikai eredményekkel Békés megyében nem sokra mennek az emberek. Azok, akik most fáznak, vagy éheznek, vagy nincs munkájuk, vagy nem tudják a számláikat befizetni, a statisztikával nem tudnak mit kezdeni. Így Békés megyében az elmúlt 11 néhány évben 50 ezerrel csökkent a lakosság lélekszáma, tehát nyilván én nem is a kivándorlás kapcsán nem egy országos átlagra, nem országos tendenciákról beszéltem, hanem az ország keleti régióját sokkal súlyosabban érintő problémákról beszéltem, és erre szerettem volna választ kapni. Nem kaptam, tehát válaszát nem tudom elfogadni. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja-e az államtitkár úr válaszát? Szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 193 igen, 86 nem, 0 tartózkodó szavazattal az államtitkári választ.